Ez az első lépés a halászlé főzés során. A vándorló szépkorúak baráti köre tagjai további három bogrács mellett ismételték meg ezt a mozdulatot. 60 főre főztek, ők az összetevők megfelelő arányára helyezték a hangsúlyt. Csak minden csoporttársam ponyból főz. Egy nagy titka van, hogy jó minőségű halból, megfelelő mennyiségű paprikával, megfelelő mennyiségű sóval és a hagymát is. Nehogy túl hagymázok, mert akkor édes fog lenni. És a másik, azt mondják, a bajai halnak híre van, a tolnai halnak meg íze van. Nem passzírozunk. Mi maradunk a hagyományos módnál, be van sózva előre a hal, belerakjuk a bográsba, alulra a fejet, egy hagymaréteget rá, és úgy tovább rakjuk a derekakat, farkakat, minden ugyanúgy rétegenként rakjuk rá a hagymát. Plusz fűszer jár hozzá? Nem teszünk bele semmit. Semmi só? Csak a só, paprika, a víz. Rejtom, rendes paprika. Teszünk egy-két kisebb koktélpaladicsot bele ízesítésnek, meg hogy a hal ne essen széjjel. A vándorló szépkorúak a versenyt nagyon komolyan vették. Ezt kabalájuk és a horgászbábú mellett úszkáló aranyhalak is jelezték. A csoportnak ez a kabalája, amikor a Festetés utcában van rendezvényük, akkor mindig az alkalomhoz illően öltöztetjük be. Tavaly volt a Lecsó Fesztivál, akkor is be volt öltöztetve. A fesztiváli ruhába, akkor volt a pörkölt főzőnk, akkor is egy másfajta ruhába, akkor akartuk a lányt kiházasítani, most meg elhoztuk ide, ilyen retro horgász. Jó lenne valami helyezést elérni. Isten! Miközben rotyogott a bográcsokban a hal, előkerült a házi készítésű tészta, a megypálinka, valamint a tangó harmonika is. Tizenkét kilogramm halból, döntően ponyból és néhány darab kárászból főztek 25 főre a Mözsi Nyugdíjas Klub tagjai. Tőlük is próbáltuk megtudni, mi a jó tolnai halászlé titka. Hallgassák csak! Hiába teríptem a hagymát alá, hogyha a halfej az első lassú mozdulatoknál, a pőr az hamar oda. Jó, hát annak is van technikája, hogy az ember nem bőrébe lefele, hanem fölfele teszi a bugrács aljába, és akkor hát a forrásnál úgyis leghamarabb fölkerül, mert most már halfejek fönt vannak. Tehát az ennek meg forogni kell, tehát a lének meg annyinak kell lenni, hogy forogjon a hal benne. Meg tudjon fordulni, úgy szokták mondani. Az egyszerűsége miatt. Hát ez, amit mondtam, hogy ez a hagymából teszek bele egy szem krumplit, paradicsomot, fehér paprikát és az őrölt paprika. Ne kocsonyás legyen, tehát akkor halászlé, az azért halászlé, benne van a nevében, hogy lé. És akkor onnantól kezdve ugye hozzáteszünk, amikor teszünk hozzá tésztát, vagy ki mivel. Ezt hát mi abban teszünk úgynevezett gyufatésztát, de házilag készítettek. Mi azzal nyerünk, és nekem az a fő célom, hogy az, ami itt fő, ez itt elfogjon. Az a legnagyobb minősítés. Itt mindig a résztvevők az minősítik. Most a zsűri, nem lehet tudni sokszor, hogy milyen alapon, hogy ezek. Én is voltam zsűritag 3 évvel ezelőtt, igen. Na most az a helyzet, hogy én is akkor sok ezerfélét megkóstoltam. Nagyon nehéz eldönteni, hogy hát ki. Most az van, hogy amelyik szájíz nekem közelebb áll, akkor azt jobbnak minősítem. A Bárka Fesztivál elmaradhatatlan programján 13 csapat mérte össze főző tudományát. És mivel úgy vesszük, hogy ez a Bárka Fesztivál mégiscsak a tolnai embereknek a Dunával, a hallal való kapcsolatát is szimbolizálja, illetve próbálja életbe tartani, egyfajta gasztrokulturális rendezvénynek mondhatjuk. 3 fős a zsűri, és helyi, népszerű emberekből áll össze, akik értenek a halhoz így vagy úgy vagy amúgy, és már korábbi években is fölléptek ilyen minőségben a rendezvényünkön.
a szempontok a tolnai elvárásoknak megfelelő legfinomabb halászlé. Nem szokott ebből különösebben nagy probléma lenni. Az idején a díjakon változtattunk, korábban mindig ilyen a főzéshez kapcsolódó, halfőzéshez kapcsolódó ajándéktárgyakat adtunk, most viszont élményt próbálunk adni. A halászlé főző versenyt a Tolnai Öreg Diák Egyesület egyik csoportja nyerte meg. A második helyet a Bogrács Forgatók, a harmadik helyet a Vándorló Szépkorúak hármas csapata érdemelte ki. A nyeremények között volt egy vacsora és utazási utalvány is.